Na szép hajadonok, daliák bajnokok és önjelölt vitézek! Most láthatjátok, hogyan is küzd a nemes lélek. Az egri vitézlőoskola sok szép harcosa mutatja most be, hogy milyen a harc, s a fegyverek fortéja. Ott vannak hát a deli vitézek, hogy megmutassák, hogy védenek országot és népet. Adjon Isten szép jó napot mindnyájatoknak! Mert ide érkeztünk Egerből, az híres hadioskolából, hogy bemutassuk nektek a végek vitézeinek a hadimesterségét. Ugyanis jó 450 évvel ezelőtt ezek a deréklegények oltalmazták hazánkat az oszmán-török hódítókkal szemben. Ott voltak-e várak falai között, de nagyon sokszor ki is csaptak, ugye portjára mentek, lesvetésre, vásárütésre, hogy valahogy megéljenek. Most megmutatjuk azt, hogy hogyan is néztek ki, milyen fegyverekkel és hogyan harcoltak ezek a deréklegények. Hogyha a pillantásotok így végigjáratjátok ezeken a legényeken és rajtam, akkor rögtön az első dolog, ami talán feltűnik, hogy mindenki másként öltözködik. Nincsen két egyforma ruházatú vitéz. Ez annak köszönhető, hogy ebben az időben egyáltalán nem hordtak a katonák egyenruhát, mindenki saját magának vásárolta és varratta ezeket a viseleteket, és hát ugye hasonló szabásunk valamennyi, de azt tudni kell, hogy ez a dolmány ahány vitéz volt, annyi féleképpen nézhetett ki, ugye színében, mintájában, anyagában ezek jócskán eltértek egymástól. Rögtön fel is mérhetjük azt, hogy ki milyen rangú lehet, hiszen még nincsenek rangjelzések, mint a mai katonáknak az egyenruháján, hanem bizonyít az árulja el nekünk, hogy ki mennyire vagyonos, ugye jellemzően a tisztek, ugye nemesi származásúak voltak sokszor, ők engedhették meg maguknak azt, hogy drágább kelméket fizessenek meg. Ugye itt például nekem balkész felül nektek jobbra, ott áll Péter, aki egy nagyon szép török mintájú brokát dolmányt hord, ami egy nagyon-nagyon drága anyag volt akkortájt, és hát hogyha összevetitek a másik három legénynek a ruhájával, akik posztóból varratták meg, és hát bizony-bizony itt a talpas legényeken megfigyelhető az is, hogy már itt-ott azért foszlik, és hát ilyenkor, hogyha a vitéz nem engedhetett meg magának egy új dolmányt, akkor nemes egyszerűséggel megfoltozta azt. És hát ugye rajtam is egy hasonló dolmány figyelhető meg, a szabás az majd, hogy nem ugyanaz, mint ami a legényeken is látszik, viszont ez egy vörös, ami igencsak drága dolognak számított, ugye akkor tehát a vörös festék, bársonyból van ez is. Ez ugye nem brokát, hanem egy francia bársony, de ezt is csak ugye a tisztek, jellemzően a lovaskatonák, huszárok engedhették meg maguknak. És hát ami talán a legfontosabb, hogy ha már Péter kapcsán említettem, hogy egy törökös mintájú ruhát hord, ugye ami a színében, mintájában, tehát az anyagában a minta az egészen törökös jellegű, maga a dolmány is a török dolimánból származik, hiszen ekkortájt Mohács után nagyon gyorsan elterjed a könnyűlovas harcmodor. Hiszen abba kell belegondolni, hogy Mohácsnál történik egy nagyon fontos változás, erről majd még később beszélünk, és ennek köszönhetően a magyarok egyre gyorsabban áttérnek a könnyűlovas harcmodorra a klasszikus középkori hadviselés helyett. És hát, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni azt, hogy ki a török és ki a magyar, főleg a csata forgatagában, ugye ez nagyon fontos, hogy első pillantásra ezt fel tudjuk mérni, elég végignézni itt a legényeknek a fején, hiszen ott van ugye kötelező ruhadarabként a süveg, a fekete posztós üveg, amit nagyon sokszor ragadozó madaraknak a tollával díszítenek, és hát erre azért volt szükség, ugye, hogy a keresztény magyar vitézek süveget hordjanak, hogyha már a ruhájuk nagyon hasonlít a törökökéhez, nagyon könnyen meg tudják ők különböztetni a bajtársakat az ellenségtől. Hiszen a törökök mit hordanak a fejükön? Biztos vagyok benne, hogy tudjátok, ott hátul már hallottam is. Turbánt, mint ahogy itt a kollégának a fején lehet látni a sátrak végénél. Ugye turbánt hordanak, ami a valóságban igazából kettő darabból tevődött össze. Volt egy ilyen kis piros posztósapka a fejükön. Hogyha valaki még emlékszik a Csemege Julius Payne logóra, akkor arra gondoljon. És ezt a kis piros posztósapkát körbe tekerték egy fehér gyolcsal, az úgynevezett tülbenddel, és ez a legenda szerint a prófétának, ugye Mohamednek a halotti leplét jelképezte. No hát, törököknek a viseletéről röviden ennyit, magyarokéről még csak annyit, hogy ugye a dolmány az a általános ruhadarab, ugye a fekete posztós üveggel kiegészítve,
itt már egy kicsit későbbi 16. század, 17. század végi zacskós üveget lehet a Péternek a fején látni, ugye a török kor végéről. És hát ugye még egy nagyon fontos dolog, hogy a derekukon ezek a katonák sálövvel vagy zsinórövvel tekerik körbe a dolmányt. Ez megakadályozza, hogy mint egy fürdőköpeny így libegjen harc közben a viselőjén, hiszen ennek a dolmánynak nagyon fontos szerepe volt a harcban. Ugye amikor elmennek portjára, akkor nem csak a hideg ellen kellett védeni ennek a ruhának, hanem például a kardvágásokkal szemben is. És hogyha a legények megmutatják az ujjak végén található leffentőt vagy kutyafület, na ez például különböző cselvágásokkal szemben nyújtott némi védelmet. És hát ilyen védelmet biztosít többek közt ez a sálöv is, ami a derekunkon van körbetekerve, hiszen nem csak a ruhának a mozgását akadályozza meg, hanem bizony akár a vágásokat, szúrásokat is felfogja, hogyha az hastájékot ér. És hát ugye a másik fontos dolog az pedig a nadrág, ebből most hoztunk kétfélét is. Van egészen szűkszabású magyar nadrág, ugye ott például márkon, vagy rajtam is meg lehet figyelni. Ugye mint egy mai lovagló nadrág, szinte azonos a kialakítása. Ilyet hordtak ugye mind a talpasok, mind a lovaskatonák, ugye a huszárok, akiknek a nevét széles földön rettegték. Illetve vannak katonáink, akik török nadrágot hordanak. Magyar vitézeken nem ez volt az általános, de tudjuk, hogy a csaták után még a holtakat is lemesztelenítették, tehát ugye nem dobták ki az ellenségnek sem a ruháját, hanem felhasználták. Na, ez a török nadrág, amit ugye a gyerek mondókában ilyen bugyogóként szokás emlegetni, a tisztességes neve ennek salvár vagy salavárdi régiesen, és hát bizony, hogyha ezt most itt kioldoznánk, de mivel itt hölgyek is vannak, megkímélünk mindenkit ettől a fertelmes, borzalmas látványtól, úgyhogy erre nem kerül sor. De tény az, hogyha kioldoznánk a gatyamadzagot, és kifeszítenénk, akár 3-4 ember beleférne ebbe a török nadrágba, annyira bőszabású. Ennek köszönhetően nagyon kellemes, kényelmes viselet, különösen a nyári nagy melegekben. És ha már nyári nagy melegek, ugye mindenki tudja, hogy manapság a legjobb, ha az ember is teheti, elmegy a strandra és megmártózik ugye a hűs vízben. Na hát erre a vitézeknek nem nagyon volt hajlandósága, ugyanis egy fontos dolgot meg kell említenünk ezzel kapcsolatban. Nem véletlen, hogy mi nyakig be vagyunk költözve. Ez a nyári viselet. Sőt, olykor még e fölé vettek mentét, tehát még egy felső kabátot. Na ezek a vitézek nem voltak azért ennyire bolondok, hogy 40 fokba ilyen teljes testet fedő ruhába menjenek ki a szabad ég alá. Ez annak köszönhető, hogy a 16. században, tehát a török korban volt az úgynevezett kis jégkorszak, tehát körülbelül ilyen 20-25 fok volt az átlag hőmérséklet, és nagyon csapadékosak voltak még a nyarak is, tehát ehhez kellett nekik alkalmazkodni. No, röviden ennyit a viseletről, és akkor most következzenek a fegyverek. Mielőtt a vitézeink összemérik a tudásukat, először egy kis huszár virtusra kerül sor, amely egy kis játékos gyakorlat. Mindjárt itt a Csaba legényünk be is mutatja, hogy ez hogy néz ki, hogy kell elképzelni. Egy nagyon egyszerű kis próbáról van szó, azért huszár virtus, hiszen a szabjának a forgatása megkövetel nem csak technikai tudást és ügyességet, hanem bizony ugye a szabja forgatójának megfelelően laza ízületekkel is kell rendelkezni, hiszen itt ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy, teszem azt a filmekben, egy kocsmai verekedés, mondjuk egy ilyen Bud Spencer filmet elképzelünk, hogy paff, egy nagy átszállósat odaverünk az ellenségnek, hanem ugye itt igen komoly technikai tudásra van szükség, és mint mondtam, laza ízületekre. Hogy ezt ugye csatán kívül is ki lehessen próbálni, hogy alkalmas-e valaki a szabja forgatására, erre találták ki ezt a kis ügyességi próbát, és ezt Csaba gyorsan be is mutatja. Tehát kézbe kell fogni a szabját, ugye hüvelyével együtt, kihúzni a hüvelyből, megfordítani mind a két kezünket, és visszatolni a pengét ugye a hüvelybe. Utaltam rá, hogy olykor-olykor elő-elő fordulhatnak balesetek, megsérülhetnek még a legnagyobb óvatosság mellett is a vívók. Éppen ezért a régi vitézeink próbálták magukat, hát, ha nem is azt mondom, hogy bepáncélozni, mert egyre kevesebb páncélt használtak már ekkortájt, de mégis azért védőfelszereléseik voltak. Egyfelől már ugye utaltam arra, hogy itt a kézfejnél van ez a leffentő vagy kutyafül, később ebből alakul ki a manzsetta, ugye amikor visszahajtják. Ez arra szolgál, hogy a ilyen cselvágásokat, amit a fokéle lehet megejteni, azt ugye valamelyest tompítsa. Aztán van itt a Gergőnek a kezében egy sisak, egy rákfarkas huszársisak. Ugye ez a kulcsa, tehát hogy huszárok használják, lovas katonák, és hát ezt be is mutatjuk, hogy mire jó. Hogyha magunk elé képzelünk egy középkori lovagot,
egy sisakban, az miben különbözik, főként miben különbözik ettől a sisaktól, amit a török korban használnak a huszáraink? Na, hogy néz ki egy középkori lovag? Már a sisakja legalábbis. Na, ott már látom, így van, az arc előtt ugye egy rostély van, zárt sisakokról beszélünk az esetek többségében, és hát bizony, hát vannak itt azért férfi emberek, akik még talán próbáltak gázállarcban futni, amikor sorkatonák voltak. Nem egy épületes dolog, ha tehetik, akkor ne próbálják ki. Nem igazán kap benne levegőt az ember, sőt, ugye, ha már az ájulás kerülgeti, akkor még ugye, hogyha hozzáteszük, hogy nagy melegben történik mindez, akkor biztos, hogy ki fog feküdni. Hát körülbelül ugyanez igaz a középkori lovagi sisakokra. Nem nagyon lehet belőle kilátni, nem kapunk benne levegőt, ha megszomjazunk, ne adj Isten, akkor még vizet sem tudunk benne inni, le kell venni hozzá a fejünkről. Ezzel szemben ugye itt van ez a huszár sisak, ami szabadon hagyja az arcunkat, tehát kilátunk, levegőt is kapunk. Viszont nézzük meg, hogy véde a különböző vágásokkal szemben. Mivel a vitézeink már ezt sokszor próbálták, most kérek megint egy önként jelentkező fiatal embert vagy hölgyet. Te voltál a leggyorsabb, 64-es, úgyhogy gyere gyorsan ide közébénk. Hogy hívnak? Viktor a szerencsés jelöltünk, úgyhogy a fejébe nyomjuk gyorsan ezt a huszársisakot, és ezt még el is árulom, hogy ez a huszársisak, ellentétben a ruháinkkal vagy a fegyvereinkkel, amik korhű darabok alapján készített másolatok. Ugye például a dolmányom az a sárospataki kriptaleleteknek a szabás mintája alapján vintázva készült. A csizmám az például a Topkapiszerályban található török csizma alapján. Ez a sisak különleges. Ugyanis ezt a sisakot egész véletlenül egy régiségvásárban sikerült megvásárolni. Vélhetően nem eredeti törökkori, viszont kétségtelen, hogy legalább egy jó 250-300 éves darabról van szó, amit kastélydísznek készítettek, de olyan kovácsok, akik még ezt valóban tudták ennek a mesterségét. No, úgyhogy akkor most Viktor, a szerencsés jelölt, az ő fejébe nyomtuk ezt a több száz éves sisakot, és hát most a legényeink segítségével megnézzük, hogy mi ellen véd. Gergő és Márk előrántják a szabjáikat, de mielőtt neki kezdenének, megkérem Viktort, hogy forduljon ide a, nem hozzám, hanem a nézőkhöz. Nem tudom, hogy itt vannak a sorok között a szüleid. Remélem, hogy kötöttek rá életbiztosítást, mert hát az ördög nem alszik. Úgyhogy integessél a péterkeieknek, jó, hogy ha minden rendben megy, akkor később, akkor még vissza tudsz hozzájuk menni, de hát soha nem tudjuk. Úgyhogy, ha kellően megrettentél, akkor visszafordulhatsz ide a többiekhez, a vitézeinkhez, szembeállhatsz velük. És akkor megnézzük, hogy mi ellen nyújt védelmet ez a sisak. Ugye egyfelől van a sisaknak a harangja, ami talán némelyeket a kuglófsütő formára emlékeztet. Na de ez nem véletlen, hiszen ezek a bordázások pont arra szolgálnak, hogy a szabjavágásokat lecsúsztassák a sisaknak a harangjáról. És nem csak lecsúsztassák, hanem ugye ne is lehessen behorpasztani ezt a lemezt, tehát ezek a bordák merevítik is a lemez, a sisaknak a lemezét. Úgyhogy most így nézek rá Viktorra, de egyelőre nyugodtnak tűnik. Bólogassál, hogyha így van. Egyelőre nyugodt. És hát ezt annak köszönhetjük, hogy fájt-e esetleg ezek a vágások? Megérezted? Nem fájt. Hát bizony, mert pont erre szolgál ez a sisak. Ugyanúgy működik, mint egy mai bukósisak, hogy belül bizony bélelve van, tehát egy bőrbélés van benne, vagy pedig egy bélelt sapkát vettek fel alá, hogy az ütéseknek az erejét a fémlemez ne adja át közvetlen a fejnek. És hát most ugye forduljál valamelyik vitéz felé, és oldalról is megpróbálnak benne, téged megsebezni. Ugye most lehet látni, hogy mire szolgálnak az arcvédő lemezek, ugye az oldalirányból érkező vágásokat semlegesítik. És hát bizony-bizony néha a múzeumokban is bele lehet futni butaságokba. Például egy dunántúli múzeumban láttunk ilyet kiállítva, hogy egy ilyen törökkori sisaknak az arcvédő lemeze volt ugye töredékként kiállítva, és a felirat az úgy szólt, hogy kulcs lyukvédő lemez. Hát volt rajta egy lyuk valóban, de hát ott kulcsot biztos, hogy nem dugott be senki. Legfeljebb ugye egy ügyesebb vitéz a csákánynak a csőrét. És hát nézzük meg, hogyha függőlegesen szemből vagy vízszintesen érkezik a vágás. Ugye lehet látni, hogy ott van a szem fölött a shield D-vel. Ugye ez is az arcnak a védelmét szolgálja. Ha pedig vízszintesen vágunk,
akkor pedig az arc elé lengethető orvas, nem kell megijedni, az arc elé lengethető orvas fogja távol tartani az arcunktól a támadónak a pengéjét. Hogyha az embernek nagyobb orra van, akkor legfeljebb eltörik, na de nagyon fontos, hogy nem fogják kettébe vágni a fejét, a törött orr az meg majd begyógyul. No hát, mi lehet az az egyetlen dolog, ami ellen nem véd ez a sisak? Kitalálja-e valaki? Alulra, így van, hogy például torok. Oda vehettek föl egyébként gorgetet, ugye egy ilyen torokvédő lemezt. Valóban, tehát azért az arcnak bizonyos részeit szabadon hagyja ez a sisak. Hogyha a vitézeink nem szúrnak, hanem szúrnak, na akkor érheti meglepetés azt, aki sisakot hord. Hát nézzünk is meg egy ilyen szúrást. Ugye megemeli az egyik legény a sisakját, most ezzel fogjuk demonstrálni, hogy hogyan is néz ki egy szúrás. Ugye lovaskatonákról beszélünk, ne felejtsük el. Ugye hozzá vágtázik ugye a lovas, beleszúrja az ellenfélnek a testébe a pengét, viszont a lónak a lendülete az nagy valószínűség szerint, ugye két lóról beszélünk ráadásul, elmozdulnak, és nem tud hátralépni, nem tudja kiszabadítani a pengéjét, tehát a csata közepén lefegyverezni saját magát, hogyha szúrna. Biztos, hogy legyőzni az ellenségét, de hát ugye a csatákban vélhetően ott van még körülötte jó pár másik katona, ő pedig ugye fegyver nélkül gyakorlatilag teljesen ki lesz nekik szolgáltatva. És hát itt jön benne ugye a magyarázat, hogy a huszárok nem szúrnak a szabjával. Éppen ezért ennek a sisaknak nem is kell ellene védenie. Helyette ugye egy huszár az mit csinál? Neki ront a másiknak, ugye rohamozik, vágtába csapja a lovat, amikor elmegy mellette, akkor szemből egy vágás, majd pedig hátrafelé egy következő vágás a tarkóra. Erre szolgál ugye az a rész, amiről még nem beszéltünk, de erről kapta a nevét ugye ez a védő felszerelés. Rákfarok, ugye rákfarkas huszár sisak, ugye egymáson átlapolt fémlemezekről van szó, és ugye ez mentette meg most Viktorunknak az életét. És hát mivel ilyen nagyon ügyes volt, hogy derekasan kiállta ezt a kis vitézi próbát, forduljál meg szembe a nézőkkel, és integessél nekik, ti pedig egy nagy tapsal köszönjétek meg neki a segítséget. Úgyhogy nagyon ügyes volt, hogy nem rettent meg. És hát itt közben integetnek nekem, hogy szalad az idő, de még egy nagyon fontos dolgot azt a végére hagytunk, nevezetesen a tűzfegyvereket. Ugye szabjáról, viseletről beszéltünk. Erről nevezetes ugye a magyar vitéz a 16. században. Viszont egy nagyon-nagyon érdekes korszakot élünk, egy átmeneti korszakot, amikor már kezd lezárulni a középkor, de a lovagi eszmények azon még nagyon-nagyon élénken élnek ezekben a katonákban, viszont ekkor már megjelenik a köreikben a hazaszeretet. Ugye például mindenki tanult Balassi Bálintnak a verseiről, ugye ő többek közt erről nevezetes, hogy az ő líráiban jelenik meg először a hazaszeretet, mint eszmény. Viszont a középkor véget ér egy új fegyver megjelenése miatt, amit itt tartanak a kezükben ezek a legények, és most két típust is behoztunk. Az egyik az egy török típusú, stílszerűen a törökös viseletű Péternek a kezében, a másik az pedig egy magyar vagy nyugati típusú elöltöltő kanócos puska, és hát ezek gyökeresen változtatják meg a hadviselést. Annak köszönhető, hogy még szabjával szemtől szembe kell megküzdeni az ellenséggel, és egy szabjaforgatónak akár 10-15 éven át kell tanulnia a kardvívásnak a mesterségét, addig bizony egy ilyen puskát megtölteni és elsütni, mondjuk úgy, hogy nem egy nagy ördöngőség, elég könnyen meg lehet tanulni, viszont utána ami a nehéz, hogy ezt legtöbbször alakzatban kell használni a katonáknak, tehát hogyha itt szembeállnak az ellenséggel egy mezei ütközet során, és szemből ágyúzzák a soraikat, és egyszer csak egyik ágyúlövéstén mellőled elsöpörnek 30 embert a kartáccsal, te egy tapottat nem mozdulhatsz el onnan. Mert hogyha a puskásoknak a hadrendje megbomlik, akkor egyenként ők már nem tudják megvédelmezni magukat, ők addig hadrafoghatóak, amíg egyben marad az egész társaság. Most pedig Csaba megmutatja, hogy hogyan is kell használni egy ilyen puskát. Ugye, mint mondtam, elöltöltős fegyverekről van szó. Ez azt jelenti, hogy ellentétben a modern tűzfegyverekkel itt mindent a cső torkolat felül kell beletölteni a fegyverbe, és itt még nincsenek egybeszerelt lőszerek, meg nem tárazzuk be a fegyvert, hanem itt bizony külön-külön kerül a lőpor először, ugye egy ilyen kis papírtasakba van csomagolva,
A 17. század elejétől használják ezt, sőt a svédek azok már 1627-től rendszeresítik is, hiszen jóval biztonságosabb, mint a lőporszarú, úgyhogy fel kell tépni ezt a lőportasakot. A katonának éppen ezért épp fogazata kellett, hogy legyen, hogy ezt meg tudja tenni, hiszen nagyon fontos, hogy bal kezével hozzáfogja a fegyverhez az égő kanócot, hogy véletlenül ugye el ne sülhessen töltés közben a puska. Aztán, hogyha feltépte a tasakot, akkor annak a tartalmát jelen esetben 6 gram, tehát mindössze 6 gramnyi lőport bele kell szórni majd a fegyverbe. Először viszont felporozza. Van ott egy ilyen kis lőpor serpenyő, aztán oda beleszór egy kis adag lőport, lezárja a serpenyőnek a fedelét, lefújja az oda szóródott, odaragadt lőporszemcséket, a maradék lőport pedig beletölti a fegyvernek a csövébe. Aztán, ha már lód legyen kövér, teszünk vele még 6 grammot. Ugye szeretnénk, hogy jó nagyot szóljon, igaz? Azért óvatos duhaj vagy, látom ott a parasztingben, hogy bedugod a füledet és ordítasz, hogy igen! Aki esetleg ijedősebb, az nyugodtan fogja be majd a fülét lövés előtt. Ennek valóban nagy hangja lesz. Feltételezve, hogy elsül, hiszen azért ezek a kadószos fegyverek nem a megbízhatóságokról voltak híresek. Közben ugye folytatódik a töltés, tehát a lőpor belekerült a csőbe, utána a töltővesszővel ezt szépen le kell tömöríteni a cső, tehát a csőnek az aljára, majd pedig folytást, ez lehetett egy textildarab, ágyúknál akár még szalmát is használhattak, vagy papírdarabot ugye a puskák esetén. Itt például a papírtasakot, tehát annak az anyagát helyezték a csőbe, és ezt a töltővesszővel kellett jó alaposan letömöríteni. Erre kerülne rá még a golyób is, viszont most ugye mivel itt lakott területen vagyunk, nem szívesen tennénk a fegyverbe lövedéket, hivatalosan egyébként nem is lehet, csak erre külön engedéllyel rendelkező lőtéren, és hát meg is nézzük azt, hogy így, hogy golyó nincsen benne, mekkora hangja van egy ilyen fegyvernek. Ugye lehetett látni, hogy jócskán hosszadalmas ennek a fegyvernek a megtöltése és a tűzleadása. Közben kicsit így kívülök, hogy oldalról egy picit arrébb kellene menni, mert arra lövünk majd, az lesz a lőirány. Úgyhogy itt a padon ülő nézőket egy kicsit megkérem, hogy onnan menjünk el. Egy picit arrébb kellene menni, egy percre csak. Gergőt megkérem, hogy te ott oldalt zárjál, hogy véletlenül bene jöjjön valaki. Úgy. És Csabi, te gyere teljesen hátrább. És akkor mindenki biztonságban lesz. És ugye a következőt kell majd nézni, ugye mondtam, hogy előtöltős fegyver, azt lehetett látni, hogy miért előtöltős, viszont hogy miért kadócos, az pedig a lakat szerkezetre utal, ugyanis itt a fegyvernek az elsütése úgy történik, hogy a katona a bal kezével az égő kanócot, amit hozzáfogott a fegyver csövéhez, most beteszi a lakat szerkezetbe, ezt nevezték sárkánynak, nagyon sokszor egyébként ilyen sárkány alakúra képezték ezt ki, lepróbálja, hogy jó helyre nyomja az elsütő billentyű a kanóc végén levő parazsat, és hogyha elkészült, akkor megemeli a fegyvert, erre volt a vezényszó, hogy fegyvert az pofát hoz, serpenyőt nyiss, izzítsd az kanócot, és Isten nevében tűz! Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet, az Egri Vitézlő Oskolának a rövid kis ízelítőit láttátok, a Péter vására 30. évfordulóján, ugye a Városi Rangnak az elnyerésének a 30. évfordulóján. És hát nem megyünk még sehova, egy kicsit hátul az iskola felül van a sátrunk, úgyhogy ott nyugodtan keressetek meg minket, mert ezeket a fegyvereket, amiket itt most így bemutattunk, ott közelről is megnézhetitek. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, és további jó szórakozást kívánunk mindenkinek!